Csütörtök reggelig több mint 80 helyszínen avatkoztak be a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Vármegye szerte főként a lehullott hó súlya miatt kidőlt fák eltávolításához és árokba csúszott járművek mentéséhez kérték az egységek segítségét. Csütörtökön reggel Lovasberény és Nadak között több leszakadt faág jelentett balesetveszélyt a gépjármű közlekedőkre. Itt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a nagyobb faágakat. Szintén csütörtökön kora reggel Gánt kőhányásnál a vértes emelkedő havas útjain több kamion elakadt, ezzel akadályozta a forgalmat. Itt a székesfehérvári hivatásos, valamint a csákvári önkéntes tűzoltók a közútkezelő munkatársaival szoros együttműködésben segítették a járművek továbbhaladását. Az útburkolat sikosságmentesítése és a műszaki mentés követően már zavartalan volt a forgalom az érintett útszakaszon. Emellett csütörtökön délelőtt elsősorban a vármegye déli részéről érkeztek hasonló bejelentések, de az M7-es autópályán és a 8-as úton is történtek balesetek. Székesfehérvár útjain folyamatosan dolgoznak a városgondnokság szakemberei a fő- és mellékutakon, jelenleg a főúthálózat ismételt síkosságmentesítésén dolgoznak. A teljes városi úthálózat, buszmegállók és a járdáknak a hóeltakarítása megtörtént. Ezzel a kollégák ma délben végeztek, de közben a főúthálózatnak a síkosságmentesítését, ellenőrzését a mai nap folyamán folyamatosan végezzük. A munkában közel 70 fő vett részt. Lángi Judit hozzátette, az éjszaka folyamán a mínuszok következtében a felolvadt csapadék visszafagyására lehet számítani. Jelenleg az alászórásos munkavégzést végezzük, és amikor szükséges, ugye az ellenőrzés folyamán azt tapasztaljuk, akkor visszarendeljük a városi úthálózatra az összes gépet. Továbbra is kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy a házak előtt mindenki végezze el a járdák síkosságmentesítését. A balesetek elkerülése érdekében a szakemberek kérik, hogy fokozott figyelemmel, helyesen megválasztott sebességgel közlekedjenek az autósok és tartsanak biztonságos követési távolságot. Az utak síkosságmentesítését a közútkezelő is folyamatosan végzi. Érdemes a közlekedési információkról tájékozódni az útinform oldalán. Elakadás esetén a 112-es segélyhívószámon lehet segítséget kérni.